mindenkit, Necroclean vagyok, jön egy kis Warframe, Umbra Néza, hölgyeim és uraim. Sokan kíváncsiak voltatok erre a karakterre, mint az Umbra Nézára, hogy egyáltalán megérje. Megígértem livestream közben, hogy fogunk róla beszélni, de mivel hogy már nem aludtam, akkor 24 óráig úgy döntöttem, hogy fáradt vagyok, így aztán elnapoltuk a dolgot. Ezt pótolván elhoztam nektek videóban, illetve a tapasztalataimat, hogy megéri, avagy nem éri meg egy Umbra Nézát csinálni. El is vittem egy jó kis körre, de amint látjátok, kivételesen nem motra vittem. És azért is mondom, hogy a címben, hogy igenis, meg nem is, ugye egy győzelem a Rhino felett, igen abból a szempontból, hogy a hármas képességével több armort, sebzést tud elnyelni, mint a Rhino, az Umbra modokkal, meg egy maxos Blind Rage-el belenyomva mindennel együtt több armort tudtam elérni a Rhino-nál, de nem sokkal, hogy őszinte legyek. A nem győzelem része ennek az egésznek az pedig az, hogy moton Néza ide vagy oda, hogy több sebzést tud elnyelni, azzal a pár százzal, amit el lehetett érni, semmit nem ér, illetve az, hogy lassan kapcsolja el a képességét, illetve van az az animáció, amikor elkapcsolja ezt a képességet, hatalmas hátrányba teszi a Rhino-val szembe egy mot szituációba, avagy olyan szituációba, ahol az enemik lőnek Nézáron. Na, de se baj, mivel hogy ugye a Warframe változatos játék, számtalan Warframe-ünk van, nem kell mindegyiknek megfelelnie motra, így aztán Néza szerintem az egyik legjobb, vagy nem mondhatom egyik legjobb, de egyik nagyon jó karakter Infested ellen, főleg, hogy egy Survivorra kerül a sor. Úgyhogy aki szereti a kis Travi, aki szereti ezt a furcsa karaktert, annak nyugodtan tudom ajánlani figyelmébe. Van egy kicsit régebbi videóm, de még teljesen helyt áll, az a neve, hogy erős, de nem tudtad, Néza. Le lehet csekkolni, ott is van egy modolás, és itt is be fogok mutatni egy modolást az Umbrán kívül. Na most, a tapasztalataim, hölgyeim és uraim, szóval inkább úgy csinálom, hogy megmutatom most a modolást, átbeszéljük, és akkor ennek kapcsán rátérünk arra, hogy mit, hogyan, hány, merre menni. Ne legyetek meglepődve, igen, így jött ki, pontosan, hogy nem fér egy mod bele, az utolsó helyre, mivel hogy az Umbra modok kurva sok helyet foglalnak el. Persze, ki lehetett volna hozni úgy, hogy minden helyre beférjen egy mod, de akkor elveszne az Umbrának a lényege számomra. Számomra, megint csak mondom, ti úgy csináljátok, hogy nektek tetszik. És számomra az Umbrának a lényege, ha már benne van a Fiber, Intensify, Vitality, az, hogy a három mod boostolja egymást, és maximális életet, erőt, illetve armort tudok belőlük kinyerni, és így tudtam elérni 7500 plusz armort. Tehát ugye az lenne számomra a lényege az Umbra modoknak, hogyha már benne vannak, és amit láthatjátok, itt cserélgetem a modokat, és meg is fogjátok látni egy adott ponton, hogy milyen szintű armort lehet belőle kihozni, de ez azzal jár, hogy egyik mod az kimarad, mivel hogy konkrétan nincsen benne hely. Nos, ezzel így, ahogy van, neki is futottam ugye Erisnek, és aki azt hiszi, hogy az Infested az egy gyenge enemy, akkor azt kell, hogy elmondjam, nagyon kellemesen fog csalódni, mivel hogy hölgyeim és uraim, az Infested ezt képes csinálni egy adott szint után. Nos, igen, és egy adott pont után szinte már csak Ancient Healereket láttuk a pályán, ahogy egymást boostolják, hogy senkit ne lehessen már sebezni, és még ki is fogtam a 40. percnél a Juggernautot. A 40. percnél, bitch, please. Na most, a tapasztalataim, hölgyeim és uraim, az Umbra Néza jó, tehát erős, megfelelően erős, nem feltétlenül vinném olyan enemik ellen, amelyek lőnek rá, mivel hogy gyorsan elvész az a 7500 armor, és ugye a Rhino-nak az előnye, hogy az augment módjával ki be lehet kapcsolni könnyedén, gyorsan ezt a képességet, és ezért úgy gondolom, hogy Rhino lövős enemik ellen jobb, viszont ugyanakkor egy infested enemy ellen is kb. Ennyire hájtálna, mint a Néza, de
akinek valami oknál fogva nincsen rínója, a nézával tudhatja, hogy elmehet nagyon-nagyon hosszú ideig egy Infested Survivor-re gond nélkül, vagy aki általánosan szereti a nézát a rínóval szembe, annak tudnia kell, hogy a Umbra néza erős, viszont ám modolástól függően némileg szenved hiányt egy bizonyos képességben, és egyben úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb képessége neki, és ez az egyes képesség. Gondolnád, ha nem, az az egyes képesség. És miért? Mert az a tetves egyes képesség crowd controlt, tehát szabályozni tudja azt a tömeget. Valaki belésétál a tűzbe, amit néz a maga után, hagy, ott helyben megállítja és égetni kezdi őket, és nem kevés damage-el, mivel hogy a damage-em 300% környékén van, így aztán nem kevés damage-el éget, ami nagyon rásegít a sebzésre. Viszont ám, azzal, hogy 300 környékére emeltem a damage-et, mindegy, hogy egy Blind Rage-el vagy egy Transistent Fortitude-dal oldottam meg, a probléma az volt, hogy az egyes képességnek az effektivitása magas lett, így az energiafogyasztás magas lett, és nehéz volt fenntartani, kénytelen voltam ilyen modokat kihagyni belőle, mint Continuity, Primate Flow vagy Sima Flow, hogy elférjek, és ez úgy vettem észre egy adott idő után, de még így is 100 percig mentem el vele, utána már elfelejtettem bekapcsolni a life supportot, konkrétan ki kellett jöjjek, és még így is el lehetett menni vele 100 percig. Szóval azért értitek az Umbra modokban rejlő erőt ebből a szempontból, amit kibír, de ha nem vagy óvatos, így is, eltüntetnek instant az enemik. Ezért számomra a konklúzió ebben az egész történetben az, hogy megeshet, hogy célszerűbb azt a modolást használni, amit a néz a videómban, ahogy a erős nem tudta néz a videómban csináljátok, jobban megéri, vagy ezt a modolást, amit itt láthattok jelenleg a képernyőn, ezzel a setup-pal úgy gondolom, hogy ugyanaddig, hanem tovább is el lehet menni, mint egy Umbra nézával, és főleg azért, mert megmarad a egyes képesség effektivitása, egy Prime Flow-ból táplálkozol, egy Lifestrike-os vagy Healing Return-ös karddal vissza tudod építeni az életedet, vagy akár a kettes képességgel, bár az egy kicsit macera, és konkrétan el tudod vinni a nézet ugyanolyan magaslatokig, mint egy Umbra nézával. Ez az én tapasztalatom, ezt láttam én. Szóval félértés ne essék, az Umbra néza jó. Ha feláldozol egy Umbra modot ebben az egészben, mondjuk az Intensify-t, ha feláldozod, azért, hogy minden moclotodat betöltsd valamivel, hogy ott legyen, kihozhatsz másfajta modolást is, viszont, mint ahogy mondtam a videó elején, ugye a modolásra számomra a lényege az, hogy mind a három umbramod benne legyen, és úgy, hogy a tankossága meglegyen, mivel, hogy konkrétan számomra ezek a hasznai az umbramodnak. Ha nincs benne egy Warframe, mind a három umbramod, számomra már nem feltétlenül éri meg. Szóval, összefoglaló, az Umbra néza jó, fasza, számomra nekem nem tetszik, mivel az egyes képességére én nagyon számítok, hogy folyamatosan be van kapcsolva, és tömegszabályozást tudok vele csinálni, itt is be tud lenni kapcsolva, viszont gyorsan elfogy az az energia, és ez egy adott ponton nagy problémát okozott. Főleg akkor kezdett el nagy problémát okozni, amikor jöttek az Eximus egységek, ráadásul nekik még armorjuk is volt, és elég macera volt, mert amire lelövöd őket, így elnyomták az energiát, viszont egy Primet Flow-val az egész történésben már lehet, hogy több esélyem lett volna, hogyha lelövik rólam azt a bizonyos karikát, akkor legyen még energiám újra kapcsolni, mivel hogy annyi idő alatt, mire a Primet Flow-t leszívja egy Eximus egység, addigra már le tudtam volna lőni. Na most fegyvernek, hála Istennek jól is választottam, egy korrozívre húzott
arkaplazmort vittem, mivel hogy ugye egy adott pont után, ugye a 40-50. Perc környékén már sok-sok infested enemynek armorja volt, és az arkaplazmor egy lövéssel eltüntette, a következővel pedig tüntette el az enemit is, szóval eléggé jól ki volt találva, a kardomba viral damage-et vittem, de inkább csak a lifestrike miatt használtam ott, ahol kellett, és carriert vittem magammal, hogy folyamatosan legyen ammom, mert egyszerűen ugye könnyebb az infestedet ölni, hogyha távol tartod magad tőlük, de olyan sokan jönnek egy adott ponton, hogy nagyon nehéz távol tartanod őket, főleg ha kezdesz el kifogni a sebzésből, mert olyan szintű életük van, és erre még ugye rámegy az Ancient Healernek a védelme is. Szóval nem egy egyszerű ellenfél, egy adott pont után, annyi biztos, és nem lebecsülendő. De ez lett volna Néza, hölgyeim és uraim, Umbra változatban. Mindenki eldönti magának, hogy hogy éri meg, hogy modolja meg. Én úgy vagyok vele, három Umbra mod azért van, hogy együtt ott legyenek, és ha nem tudom beletenni egy adott Warframe-be, csak fölöslegesen foglal 32 helyet, ha úgy van, ha nem tudom mind a hármat beletenni, akkor ugye kettő ott lesz, 32 helyet elfoglal, és az bármilyen másik moddal ugyanúgy ki tudom helyettesíteni, hogy ugyanazt a teljesítményt tudjam elérni. Srácok, tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, ha hasznos volt, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, klánunkba lehet jelentkezni, Discord szerverünk a videó leírásában, bárki számára elérhető vasárnap, livestream várlak titeket szeretettel, Twitch, Necrocream, köszönöm a figyelmet, sziasztok!